A cukorbetegség egy nagyon elterjedt dolog manapság. Talán nincs is olyan ember, akinek időnként ne menne föl a cukra, vagy ne esne le a cukra. Az akadémikus orvostudományban azon túl, hogy a cukorszintet a glukagonnal, inzulinnal különböző módon lehet szabályozni, és ez tünetileg egy célravezető megoldás. A helyzet az, hogy a mai napig nem ismerik ennek a hátterét. Hát szeretném akkor ezt tisztába tenni. A cukorszintnek ugye energiaellátás szempontjából van az emberi testben jelentősége. A vércukor szint az alapvetően két részből áll. Az egyik az, amikor a vérpályára bekerül a cukor, a másik pedig az, amikor a vérpályáról kikerül a cukor az izmokba, ahol ez effektíve felhasználásra kerül. A túl magas cukorszintet egy olyan érzelmi konfliktus indítja be, ahol az embernek ellenkezési, ellenállási, ellenszegülési, hadakozási érzése van. Valaki folyton rámerőlteti az akaratát, nem csinálhatom azt, amit én akarok, folyton azt kell csinálnom, amit más akar, és én mást szeretnék. Ha valakinek ilyen érzése van, ez az ellenkezés érzés, akkor felmegy a cukorszint. Mi lehet ennek a biológiai értelme? A magas cukorszintnek az az oka, hogy a testünkben, a vérpályákon lecsökken az inzulin szint, és ezért az izmok nem tudják a vérből felvenni a cukrot. Egy elváltozás külön programnak ez az aktív szakaszában jelentkezik, amikor fennáll a konfliktus. Nézzük meg, hogy mi lehet ennek az értelme. Az inzulin szint, amikor lecsökken, akkor a vérben megemelkedik a vércukorszint. Mivel a központi idegrendszernek nincs szüksége az inzulinra, hogy felvegye és földolgozza a vércukrot, ezért a konfliktus aktív szakaszban elsődleges célja az idegrendszernek az energiaellátása, hogy hatékonyabban, sikeresebben találjuk meg a konfliktusunkra a megoldásunkat, és amikor az illető megnyugszik, akkor újból beindul a cukorszintnek a szabályozása, ennek következtében hirtelen sok energiát kapnak az izmok. Az ellenkezési konfliktus mellett a cukorszintet módosító másik érzelmi konfliktus lehetőség, ez az undor konfliktus. Ha valaki undorodik egy dologtól, egy szituációtól, egy családi eseménytől, egy dologtól, egy embertől, és közben intenzív félelem van benne, akkor ennek következtében pedig leesik a cukorszintje. Hogy lehet az, hogy valakinek leesik a cukorszintje? A vércukrot a belegből és esetleg a máj által átalakított szénhidrátokból a glukagon segítségével juttatja be a szervezetünk a vérpályára. Hogyha ez az undor konfliktus fellép, a glukagon termelés lecsökken, és ennek következtében nincsen elegendő vércukor, aminek az az élettani hatása, hogy az emberre rátör a farkaséhség. Ez az alacsony cukorszintnek a legkönnyebben észrevehető tünete. Mi lehet ennek a biológiai értelme? Ha én undorodom valamitől, akkor ez azzal jár, hogy nem táplálkozom. És mivel a nem táplálkozás biológiailag, élettanilag a túlélés és a fajfenntartás szempontjából veszélyes, hiszen ha sokáig nem táplálkozok, akkor elgyengülök, ezért az anyatermészet ezzel a válaszreakcióval próbál meg engem leszoktatni arról, hogy undorodjak, ezzel akar engem kibillenteni, kihozni a konfliktusomból, mert aki elkezd enni, és evésre van kényszerítve, előbb vagy utóbb, de le kell jöjjön az undor konfliktusra. Ez a mechanizmus végső soron egy nagyon egyszerű mechanizmus, csak mivel eddig nem ismertük ennek a biológiai hátterét, hogy hol van a nyomógomb, hogy mitől függ az, hogy valakinek fölmegy a cukorszintje és leesik a cukorszintje, most már ezeket is módunkban áll megérteni, és ha valakinek ez nem tetszik, akkor az érzelmi kilengések megszüntetésével, a félelmeinek a leépítésével normalizálódik a cukorszint. Értelemszerűen nem kell ezeket a konfliktusokat, nem ajánlatos sokáig elhúzni, mert
Ezeket a biológiai különprogramokat az anyatermészet viszonylag rövid időre kalibrálta be. Tehát a biológiában egyáltalán nem megszokott, nem normális dolog az, hogy valaki hónapokon keresztül benne van ebbe a konfliktusba. Ezt a biológiai válaszreakciót viszonylag rövid időtartamra találta ki az anyatermészet, és amiért ez sokáig tart, vagy sokáig tarthat, ennek egyetlen egy oka van, hogy az elváltozást, a biológiai válaszreakciót beindító érzelmi konfliktus is sokáig tart. Ennek egyetlen megoldása van, hogy normalizálódjon a cukorszint, a hozzá tartozó érzelmi konfliktusokat és félelmeket meg kell oldani, rendbe kell tenni és le kell építeni. Ez az egyetlen mód, ahogyan az ember a cukorbajból vagy a cukorbetegségből kilábalhat. Ijesztgetik az embereket azzal, hogy ha túlságosan sok időn keresztül és túlságosan sok lesz a cukrod, akkor megvakulsz, lebénulsz, agykárosodásod lesz, és így tovább. Ennek nincsen bizonyítéki alapja. Ugyanis, ha valaki elkezd, mondjuk mérik a cukrát, hú, és már egy hónapja magas a cukrom, 6 fölött, 10 fölött van a cukrom, és azt mondták, hogy én akkor meg fogok vakulni, és ettől így már egy második konfliktust elszenvedek. Nem elég, hogy valakinek van egy ellenkezési konfliktusa, de még rettegek attól is, hogy elveszítem a látásomat. Ahhoz, hogy az embernek a látása károsodjon, hogy a látóidegen elváltozás létrejöjjön, ehhez kell egy látás elválasztási konfliktus, egy látás elszakadás félelem. Tehát konfliktus nélkül nem alakul ki a látásromlás, és ugyanígy a többi ehhez csatolt, ehhez társított tünetek is mind-mind különböző konfliktusokból fakadnak. Tehát ha leegyszerűsítjük, az embereknek tudatára kell hozni, rá kell világítani, hogy egyedül azt az egy konfliktust, vagy azt a néhány konfliktust, aminek ugyanaz az érzelmi tartalma, hogyha azt megoldják, akkor nem is kell már további komplikációkról és következményekről beszélnünk, hiszen természetes módon mindenféle egyéb külső mahináció vagy manipuláció nélkül magától normalizálódik a cukorszint. A cukorbetegség során rosszul létek jellemzően a megoldás utáni szakaszban az epileptikus krízis idején jönnek létre. Ez az epileptikus vagy epileptoid, rövidítve epileptokrízis, ez tulajdonképpen egy élettani visszakapcsolás a testünk szimpatikotóniás állapotába. Ugye a konfliktus aktív szakaszban a szimpatikus idegrendszer működik túlsúlyban, a megoldás utáni szakaszban a vegetatív, a vágusz idegrendszer, a paraszimpatikus idegrendszer működik túlsúlyban, és a gyógyulási megoldási szakasznak a közepe táján jön egy élettani jelenség, ez az epileptokrízis, amikor a testünk visszakapcsol egy rövid időre ebbe a szimpatikotóniás állapotba. Ez nem konfliktus hatására van, hanem ez törvényszerűen bekövetkezik minden elváltozásnál, nem csak a cukorbetegségnél, minden más megbetegedésnél is. A tünetek viszont elváltozásonként különbözőek. Ha valakinek a konfliktus aktív szakaszban túlságosan magas volt a cukra, fölment a cukra, akkor az epileptikus krízis idején minden külső kiváltó tényező, konfliktus forrás vagy konfliktusba való visszaesés nélkül újból felszökik a cukorszintje. Ezt hívják úgy, hogy hiperglikémiás sokk. Az alacsony cukorszintnél az epileptikus krízisben az epileptokrízisben pedig leesik a cukorszint minden egyéb külső kiváltó dolog nélkül. Ami a szép ebben az egészben, hogy most már tudjuk, hogy hogyan működik ez a mechanizmus, tudjuk, hogy melyik jelenség mikor jelentkezik, azt is tudjuk, hogy körülbelül mikor várható, és ha az ember erre felkészül, akár csak inzulinnal, akár esetleg cukros infúzióval, vagy erre természetesen a hozzáértőknek megvannak a módszerei, akkor ezeket az állapotokat át lehet viszonylagosan biztonságban vészelni. Nagyon ritka az az eset, amikor valakinek ebből kifolyólag komplikáció jön létre. Ezeket a sokkos állapotokat tehát tudjuk időben behatárolni, és ha az ember tudja azt, hogy a konfliktusom már nem áll fenn, most van a krízisem,
lefut a krízis, és utána pedig normalizálódik a cukorszint. Nem kell többet félni attól, hogy ez a rajta kívülálló dolog, megismerheti, megtapasztalhatja azt, hogy ezek a folyamatok szigorúan az érzelmi kilengésekhez igazodnak. És ha nincs érzelmi kilengés, a testünknek nem kell válaszreakciót produkálnia, és akkor tud ugyanabban a normál egyensúlyi állapotban működni, mint bármikor előtte, amikor nem állt fönn a konfliktus. A cukorbetegség az nem örökölhető, mint ahogy egyetlen másik betegség sem örökölhető. Kész tények ezek, tudományosan igazolt és alátámasztott információk, hogy megbetegedések, elváltozások, biológiai különprogramok nem jönnek át a genetikai információkon keresztül. Ahhoz, hogy valakinek ez az esemény létrejöjjön, ez a jelenség létrejöjjön, ehhez törvényszerűen el kell szenvedni a hozzátartozó érzelmi konfliktust. Az már más kérdés, hogyha valakinek az édesanyja mondjuk egy nagyon kellemetlen házasságban él, ahol nem érzi jól magát, ahol úgy érzi, hogy nem tud ő maga lenni, és folyton másnak kell alárendelődni, megerőszakolva érzi magát, esetleg folyamatosan benne van ez az ellenkezés, és a gyerek ezt látja. Ha a gyermek életében bekövetkezik egy váratlan sokkélmény, egy hasonló szituáció, ezt előre meg lehet jósolni, hogy nagy valószínűséggel ugyanúgy fog reagálni, és mivel ugyanúgy reagál, ugyanazt az érzelmi konfliktust szenvedi el, amitől az édesanyja szenvedett, amit tulajdonképpen válaszreakcióként eltanult a szüleitől, értelemszerűen ugyanazt a fizikai jelenséget fogja produkálni. Tehát nem léteznek öröklődő megbetegedések, csak másolódó konfliktus minták vannak, és hogyha ugyanazt a konfliktust az ember elszenvedi, mint a szüleje, vagy a bármelyik felmenője, vagy akár bármelyik másik embertársa, akkor ugyanazt a válaszreakciót fogja produkálni.